Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, az érdeklődőket, és ugyanígy köszöntöm a stúdióba két meghívott hadtörténész kollégát, dr. Bonhart Attila ezredes urat és dr. Szán Weber Norbert őrnagy urat, akikkel azt próbáljuk megnézni, hogy 1943-ban vajon milyen lehetőségei, elképzelései voltak Magyarországnak arról, hogy majd kiválik a háború, és mi történt 1945-ig. Ami nagyon lényeges, a magyar katonai és a politikai vezetés bizonyos tagjaiban megfogalmazódik az a gondolat, hogy talán a nyugati szövetségesek irányába is lépéseket kellene tenni egy esetleges kiválásról a háborúba, és 1943. szeptember 9-én a magyar megbízott Veres László átvesz egy jegyzéket, vagy egy megállapodást tervezetet, és úgy mondom szóban, mert ugye megtanulja a szöveget, aminek az a lényege, hogy amennyiben az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság hadereje, katonái érkeznek a magyar határa, akkor Magyarország megnyitja a határokat, és a magyar honvédség velük szemben nem harcol. Viszont ez az ismeret, mármint az, hogy mi történt Magyarország és a nyugatiak között, a németek tudomására jutott, és azt hiszem, akkor itt kezdődik igazán a történet 1943-ban, hiszen ekkor Olaszország már nem Németország oldalánál, és a németek azt hiszem úgy látták, hogy tovább itt nincs lehetőség, hogy valaki még ott hagyja őket. Vagy rosszul látom? Ez pontosan így van. 1943 nyara a német szövetségi rendszer bomlásának kezdete tulajdonképpen, hiszen a német katonai vezetés és elsősorban Adolf Hitler nem akart még egyszer olyan helyzetbe kerülni, hogy viszonylag felkészületlenül érje őket egyfajta a szövetségi rendszeren belüli kiugrási kísérlet. Ezért 1943. szeptemberében utasítás kapcsán a német fegyveres erők főparancsnoksága hozzálátott egyfajta terv csomag kidolgozására, annak érdekében, hogy Magyarország, és ekkor még bizonyos szempontból Románia ilyen típusú kiugrási kísérleteit elsősorban katonai eszközökkel akadályozzák meg. Végül is a keleti hadszíntér eseményei kapcsán 1944 tavaszára olyan helyzet alakult ki, hogy Németország ezt a hadműveletet, amennyiben ez számára aktuálissá válik, saját erejéből tulajdonképpen a Magyar Királyi Honvédséggel szemben egy abszolút túlerőt felvonultató csoportosítással végre tudja hajtani, és katonai erővel tud érvényt szerezni a saját érdekeinek. Februárban életbe lépett a rendelkezés, hogy közeljövőben végre kell hajtani ezt a katonai akciót, és nem sokkal a várható kezdet előtt a külügyminisztérium részéről jelentkeztek Wiesenmayer, ugye magyarországi szakértő irányításával, hogy nem lenne szerencsés, ha katonilag lépnének fel. Különösen nem lenne szerencsés, hogyha a szomszédos országok hadseregét bevetnék ebbe az akcióba, hiszen ez olyan egységfrontot alakítani ki Magyarországon, mi a németekkel szembe, amely beláthatatlan következményekkel járna. Ha a katonai akció sikerül is, akkor megszálló erőket kéne állomásra szállítani Magyarországon, le kéne fegyvereztetni a magyar hadsereget, a közigazgatás felbomlana, ez olyan káoszt jelentene, ami nem oldható meg ebben a helyzetben. Hiszen akkor nem számíthatnának a magyar haderőre, nem számíthatnának azokra a német csapatokra, amelyek itt állomásoznak, ugye a biztonság fenntartása érdekében nem számolhatnának román-szlovák csapatokkal. Ezen kívül a közlekedési szabotázsok esetleg meggátolnák a román olaj eljutását a birodalomba. Nem is beszélve arról, hogy a gazdaság, ipar, mezőgazdaság termékei nem jutnának ugyanúgy el a német. Szóval azt kell mondani akkor ezek szerint, hogy a német, hogy mondjam, szakértők, vagy a Magyarországgal foglalkozó német szakértők helyesen látták ezt a dolgot, de vajon lett volna-e reális esélye annak, hogy ezt a német megszállást, mert azt hiszem, ezt megszállásnak lehet is kell tekinteni, tehát itt nem ilyen baráti kéznyújtásról és egyébről van szó, a Magyar Királyi Honvédség valamilyen formában megakadályozhatta volna-e? 1944 tavaszán a német megszállás előtt közvetlenül a Magyar Királyi Honvédségnek összesen 3 seregteste volt mozgósítva. Ez is az országnak az észak-keleti, tehát alapvetően a szovjet határhoz közeli területein állomásozott. Itt most ugye nem jöhet tekintetbe az a kontingens, ami még mindig a keleti hadszintéren megszálló tevékenységet folytat. Tehát az ország területén állomásozó csapatokat a német felderítés körülbelül 400-450 ezer főre becsülte, de már ők maguk is kimutatták, hogy ennek a haderőnek
a tényleges harcértéke az jóval alacsonyabb, mint amit számszerűleg feltételezhettek róla. Ugyanis nagyon sok vonatkozásban hiátusok voltak tetten érhetőek, például a páncéltörő fegyverzet tekintetében, a lőszertartalékok tekintetében, amelyek a németek terveiben úgy szerepeltek, hogy erre egy esetleges magyar ellenállás esetén építhetnek. Azonban eleve a német terv egy hadművelet végrehajtására összpontosított, tehát azzal számoltak, hogy egészen az utolsó pillanatig, szó szerint, kronológiailag is majdnem az utolsó pillanatig, hogy ez egy harcszerűen végrehajtott megszálló hadművelet lesz. Az, hogy később a magyar legfelsőbb vezetés döntése értelmében a honvédvezérkar főnöke megtiltotta a Magyar Királyi Honvédség erőinek az ellenállást, ez csak a németek malmára hajtotta a vizet, így gyorsabban tudták a bevonuló csapataik a kitűzött objektumokat elérni. Kérdés, hogy helyes volt-e azt, hogy a magyar haderő nem állt ellen, hiszen ha ellenállunk és veleséget is szenvedünk, a későbbi háború utáni béketárgyalásnál felléphetünk volna avval az igénnyel, hogy mi ellenálltunk, de hát letipoltak minket. Azonban meg kell nézni a kormányzó és köreinek szempontjait is. Ők nyilván katonai vonalon felmérték, hogy nem tudunk ellenállni, és arra gondoltak, hogy ha a szövetségesek győzni fognak, mert hiszen 44 tavaszán már látszódott, hogy győzelemmel fog végződni a szövetségesek részéről a háború. A háború után tárgyalni kell valakivel, és mi gondolt a kormányzó, hogy ő lesz az a személy, akit el tudnak majd fogadni. De ahhoz, hogy őt el tudják fogadni, egy viszonylag intakt hadsereg lenne szükség, mert ő úgy vélte, mint legfelsőbb hadúr, és többen azt gondolták 44 tavaszán még, hogy a hadsereg az ő szavára majd ellen fog állni egy kedvezőbb időpontban. Tehát ők tartalékolták a hadsereg erejét. Így aztán ő tovább maradt, és bekövetkezett, amit politikai ismerünk, hogy egy németek számára elfogadható emberekből álló új kormány alakult. És ez az új kormány mennyibe tett eleget a német kívánságnak, követelésének? Itt nem csak a magyarországi zsidóság deportálására, gettózására gondolok, hanem a katonai erő felhasználására. Próbálta adott esetben a Sztójai kormány is egy picit lehetőség szerint visszafogni a magyar katonai erő felhasználását, hiszen itt akkor már ugye az első hadsereg, ha nem tévedek, kint van a Kárpátok előterében, a Kárpátokban, már mint tavasz folyamán, és jelentős változások vannak a politikai és a katonai elitben is, tehát a személycserékre gondolok. Hát én azt mondom, hogy a teljes mértékben bevált a németek számítása az új kormányba és az új katonai elittel, hiszen a vezérkar főnökét, Szombathelyi Ferencet német nyomásra lemondatták, és helyette Vörös János a németek számára jobban megfelelő rangban sokkal fiatalabb tábornok vette hát a helyet. Tulajdonképpen a kormányváltás a magyar átlagpolgár, az átlag katonatiszt szempontjából is egy kormányváltásnak tűnt, ami máskor is megtörtént, és hamar napirendet értek fölötte. A németek viszont jól ki tudták használni ezt a lehetőséget, hiszen a magyar tervek az voltak, hogy az első hadsereg, mozgósított első magyar hadsereget a Kárpátokra vonultatják fel, és ott fognak ellenállni, de a megszállás után az új katonai vezetésnél sikerült elérni, hogy ezt a hadsereget a Kárpátokon túl, a Kárpátok előterébe alkalmazzák a két német hadseregcsoport közötti rés betömésére, és a cél az volt, hogy Kolomeát és azon áthaladó vasút és közülti útvonalat birtokba vegyék újra. Tehát nem csak a gazdaságot, hanem a hadsereget is teljes mértékben a német igények szerint tudták alkalmazni. Ennek ellenére ugye azt tapasztaljuk, hogy 1944. júliusára, augusztusára azért a szovjet vörös hadsereg jelentős sikereket ér el, nem csak azt hiszem a Kárpátok előterébe, de inkább még inkább Romániába, hiszen román területre lépnek, és azt gondolom, hogy ez egy meghatározó pillanat vagy esemény a magyar történelemben is. A magyar királyi első hadsereg hadszintére küldésének időpontjában 1944. március végén, április elején a szovjet csapatok már gyakorlatilag majdnem elérték az akkori Magyarország határát, tehát volt egyfajta ilyen úgynevezett ijegység. 1944 nyara már nem csak ijegységet, hanem a tényleges szovjet előretörést hozza, ugyanis Románia területén 1941. augusztus 20-ától a szovjetek olyan hadműveletet hajtanak végre, amely tulajdonképpen a német dél hadseregcsoport, akkor még Dél-Ukrajna hadseregcsoportnak a gerincét megroppantja, és ezek a német erők Magyarországra első körben nyilvánvalóan Erdély és a Székelyföld területére vonulnak vissza. A magyar csapatok
német segédlettel éppen ennek a helyzetnek az orvoslására dolgoznak ki 44. szeptember elején egy támadást, ami tulajdonképpen Dél-Erdély területén folyt volna, de nem területszerző célra, abszolút katonai célból a Kárpátok déli hágóinak lezárását célozta volna. Ebből a hadműveletből, amely nyilvánvalóan kezdeti román csapatokkal szemben folytatott sikerek után megakad, és az észak felé fordított második ukrán front szovjet csapatai a románok segítségére sietnek, és ebből alakul ki igazából az úgynevezett tordai csata, ami talán az erdélyi harcok, illetve a magyarországi harcok első etapjának egyik legfontosabb csúcspontja. És hát ugyanakkor ugye eljutottunk időben oda, vagy tehát ugye augusztusról szeptemberről esett itt szó, hogy van egy kormányváltás Magyarországon, a román kiugrást követően Lakatos Géza vezérezés lesz a miniszterelnök szójai helyett, és rá kell döbbenni az államfőnek, a kormányzónak, hogy ha valamit szeretne lépni Magyarországon, azt most kell meglépni, tehát tárgyalni kell a későbbi győztesekkel, az akkor már győzteseknek látszónak, és az első lépése a nyugatiak fele irányul, hiszen van egy kvázi egy szerződésünk velük, hogy velük kell valamit tenni, de hát ahogy én tudom, ez a szeptemberi nádai féle út, amit nádai missziónak nevezünk, ez nem járt igazán sikerrel. Nem járt sikerrel, hiszen a nyugati szövetségesek 44-ben már tulajdonképpen a Szovjetunióval megállapodást kötöttek a Európa háború utáni helyzetére vonatkozólag, és egyértelműen Magyarország is a Szovjetunió érdek szférájába tartozott majd a háború utáni elképzelések után, és a nyugati szövetségesek a Szovjetunióhoz utalták a magyar külön béketapogatásokat. Tehát a kormányzónak is fel kellett fognia, és az ő köreinek, hogy Moszkván keresztül vezet a békehez az út. És akkor ugye ez lesz az a bizonyos 44. szeptember 28-án elinduló Faragó Gábor vezette delegáció, amely aláír egy megállapodást, ami egy előzetes megállapodás ahhoz, hogy fegyverszünetről egyáltalán tárgyaljanak. És ugye ez egy nehéz dolog, hiszen vissza kell vonni a csapatokat a 37. december 31-e határok mögé, szembe kell fordulni a németekkel és így tovább. Hát ez a szembefordulási kísérlet, ez, mint tudjuk, sikerre nem vezetett, de vezethetett volna sikerre egyébként egy ilyen előkészület után 44. október 15-e, 16-a, vagy pedig ez egy nagyon illetlen fölvetés, hogy vezethetett volna? Azt gondolom, hogy az akkor bevetésben lévő három magyar hadseregnek a parancsnokai messze nem értettek egyet Magyarország akkori történelmi pillanatában a hogyan tovább kérdésében. Például a harmadik hadsereg parancsnokáról, Heszlényi 1944. novemberétől vezérezredesről nagyon nehézen lehetne elképzelni, elképzelhetetlen, hogy szembefordult volna a németekkel. Ez például azért is fontos, mert orosz, tehát szovjet forrásokból tudjuk, hogy a fegyverszüneti feltételeknek az egyik alpontja, ami szerint a német csapatok elhelyezkedését át kell adni a magyar félnek a szovjetek részére, Ezt se egyik arcvonal szakaszon sem hajtották végre a magyar csapatok, mert ezt teljesen idegennek tartották. Bocsánat, hogy itt közvetlenül lett volna erre lehetőség, ugye október 11-én írják alá ezt a bizonyos megállapodást, nyilván annak van a következő, és október 15-e, ahogy szoktuk mondani, a kiugrási kísérlet. Vajon ennyi idő alatt lehetett volna, hogy ebben van szándékosság, vagy lehet, hogy szándékosság, vagy pedig egyszerűen még az idő nem volt érett arra, hogy kilépjen Magyarország háborúból. Ezzel értem, hogy kellett volna esetleg még egy hét, 8 nap, 10 nap a felkészülésre? Vagy? Én azt gondolom, hogy nem volt meg a kellő összhang és a kellő közös platform ahhoz, hogy akár a Magyar Királyi Honvédségen belül, akár pedig országos szinten egységes cselekvési tervet dolgozzanak ki, mint például mondjuk Romániában, vagy akár korábban Olaszországban. Hanem megosztottság volt tapasztalható, és ez mind a két nagyhatalom, gondolok itt a Szovjetunió és Németország szempontjából kihasználható volt. És a németek is megtették a szükséges lépéseket, majd a szovjetek is hivatkozva arra, hogy a magyar fél az előzetes fegyverszüneti feltételeknek nem tett eleget, és így ők úgymond felújítják az offenzívát. Igen, és hát ugye itt október 16-án gyakorlatilag az államfő lemond, új miniszterelnököt nevez ki, aki ideiglenes az államfői gyakorlat, és gyakorlatilag Szálasi Ferencre utalok, és egy egész más dolog indul meg Magyarország történelmébe, vagy világháborús történelmébe. És azt hiszem, ha itt nagyot ugrunk az időbe, illetve nem is kell talán október végétől olyan nagyot ugrani, eljutunk abba a pillanatra, amire azt mondjuk, hogy budapesti hadművelet és Budapest ostroma. A nézők nem biztos, hogy tudják, kettő közt jelentős különbség van, hiszen az egyik egy egész hadműveletet már október végétől indul, míg az ostrom pedig, ha nem tévedek, ugye december 24-ével a körülzárással van. Valóban el lehet úgy helyezni ezt az ostromot a II. Világháború hadtörténetében, hogy az egyik legnagyobb, nem tudom, jól fogalmazok-e,
városi hadművet, vagy városostrom, Stalingrád, városharc, Stalingrád, Leningrád, Varsóhoz viszonyítva? Mindenképpen ezeknek a tragikus sorsú városoknak a sorába illeszkedik a magyar főváros története is. Mindazonáltal a főváros ostroma az semmiképpen nem volt katonai szempontból szükségszerűség. Ugye az oda vezető út az tulajdonképpen azzal jellemezhető, hogy itt felmerült egyébként nyilas részről, akár a nyílt város nyilvánításnak az ötlete is. Bocsánat, csak egyetlen egy mondat. A nyílt város nem biztos, hogy mindenki előtt ismert, ez két mondattal megvilágítható, hogy mit akar ez a katonai szempontból nem védett és nem támadott városnak kívánták volna nyilvánítani a magyar főváros, mint ahogy 43-ban például Rómát. Hasonló sorsot szánt kezdetben a nyilas vezetés is a fővárosnak, de Szálasi Hitlernél tett látogatása után 1944. december elején gyökeresen megváltozik. A Hitler felülírta, gondolom ezt. Pontosan így van, és nem véletlenül, hiszen Hitlernek az volt az érdeke, hogy Magyarországon, azon belül pedig a fővároshoz köthetően a lehető legtovább lekössék a szovjet csapatokat, mert a Dunántúl, illetve az akkori német-magyar határ, tehát a korábbi osztrák-magyar határ mentén elhelyezkedő nyersanyagforrások, illetve kőolaj lelőhelyek elsődlegesen fontosak voltak Hitler stratégiájában a háború elhúzódása érdekében. Tehát ő nem Budapestet kívánta védeni, időt kívánt nyerni annak érdekében, hogy felkészüljön a háború folytatására, mondván, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió kibékíthetetlen ellentéte előbb-utóbb felszínre kerül, és így majd a németek lehetnek a mérleg nyelve. Ez természetesen másképp alakult, de ez a magyarországi hadszíntéren nem sokat változtatott, hiszen Budapest ostroma maga 52 napos dühöngése után még nem vetett véget a magyarországi hadműveleteknek. A németek érdekes módon éppen Budapest kapcsán 1945. január elejétől március közepéig folyamatosan támadtak ezen a hadszíntéren, ami a keleti hadszíntér történetében, de a háború ez időtájt általános európai történetében is tulajdonképpen ritkaság leszámítva az egy nyugati ellentámadást az Ardennekben 44. decemberében. És itt még egy nagyon fontos dologról kell beszélni, és ezzel már 1945. márciusához jutunk, méghozzá, hogy arról, hogy a különböző angolszász szakirodalmak, a legújabbak is egyébként, illetve a különböző tematikus tévécsatornák előszeretettel emlegették azt a bizonyos ardenneki német ellentámadást, mint a II. Világháború utolsó nagy német támadását. Holott ez nem így van, Magyarországon történt ez a fajta utolsó próbálkozás a németek részéről 1945. március 6-ától az úgynevezett tavaszébredése hadművelet keretében, amely egy nagyon régi célt tűzött maga elé, amit már 44. decemberében is kitűztek a németek, felszámolni a szovjetek dunántúli hídfőjét. Ez több hónapon keresztül nem sikerül, és ebből a hídfőből 45. március 2. felében a szovjetek minden további nélkül meg tudják indítani a bécsi támadóhadművet. Mikor és hol is fejeződtek be Magyarországon a II. Világháború fegyveres küzdelmei? Nekem az a véleményem, hogy az akkori határokat kell figyelembe vennünk. 1944 késő nyarán, augusztus 26-án az Úz völgyében léptek át a szovjet csapatok először az akkori magyar államhatárt. És a magyarországi hadműveletek végét pedig valóban nem április 4-én, hanem egy kicsivel később, majd egy héttel később, 1945. április 13-án hajnalban húzhatjuk meg, amikor is a Pinkamincentől nagyjából észak-nyugat irányba lévő két majort a német csapatok kiürítik, és ezzel valóban az utolsó német katona is elhagyja Magyarországot. Hát kedves nézőink, akkor megdőlt az az állítás, ami egykoron úgy nézett ki, hogy Battonyától Nemesmedvesig, most az Úgyvölgyétől Pinkamincentig, és én azt gondolom, hogy nem csak az az állítás dőlt meg, hanem a magyar történetben a II. Világháborúban számos legendával sikerült leszámolni az elmúlt néhány esztendőben, vagy talán másfél-két évtizedben, és ebben jelenlévő kollégáim Bonhart Attila és Számvéver Norbert is komoly érdemekkel bír, úgyhogy köszönöm szépen nekik azt, hogy ebben rövid időben megosztották velünk azokat az ismereteket, amiket fölhalmoztak. Önök pedig, remélem, kedves nézőink, ebből el tudnak raktározni néhányat, és használni tudják. A viszontlátásra!